A magyar gazdaság jövője a zöld energia, a megújulók további térnyerése nem csak energiaszuverenitási és ellátásbiztonsági szempontból fontos, hanem a hazai versenyképesség erősítését, a gazdasági növekedés helyreállítását is szolgálja. Számos intézkedés többféle támogatási lehetőség mozdítja előre a tiszta energiahordozók fokozott hasznosítását 2024-ben Magyarországon. Az elmúlt időszakban óriási naperőművi kapacitás épült ki haza. Az éves napelemes bővülés tavaly előtt múlta felül először az 1 gigawattot. A 2022-es rekordméretű gyarapodás tavaly több mint másfélszeresen sikerült felülmúlni. 2023-ban több naperőművi beépített teljesítmény létesült, mint amennyi 2020-ig összesen. A már 5600 megawatt közelében nőtt kapacitáson nagyjából kétharmad, egyharmad arányban osztoznak az ipari és a háztartási létesítmények. A többnyire család által üzemeltetett kisebb rendszerekből mostanra több mint negyedmillió működik Magyarországon. A meglévő kiserőművek és a korábban benyújtott igénybejelentés alapján 2025 végéig megépülők a telepítésüktől számított 10 éven át a kedvezőbb éves szaldó elszámolásban maradhatnak. Az újabb létesítmények a brüsszeli előírások nyomán már automatikusan bruttó elszámolásba kerülnek. Az elvégzett nagyarányú fejlesztések ugyanakkor lehetővé teszik a tavaly bevezetett átmenet betáplálási korlátozás feloldását a hálózat 93%-án. A kormány a Napenergia Plus programmal segíti a bruttó elszámolásba kerülő családokat a modern napelemes rendszerek létesítésében, a zöld energiatermelésben és tárolásában. A 75 milliárd forintos keretösszegű kiírásban egy ingatlanra akár 5 millió forint vissza nem térítendő hozzájárulás nyerhető el. A költségek kétharmadának átvállalásával a napelem és tároló együttes telepítés 8-10 év alatt megtérülhet a háztartások számára. A kivitelezők december eleje óta jelentkezhetnek a programba, már több mint 400 cég nyújtott be regisztrációs kérelmet. Január közepétől választhatnak vállalkozót a pályázó családok, az adminisztrációt a szerződés mint a kötelező használata is megkönnyíti. A hazai gazdasági társaságokat egy önálló felhívás ösztönzi energiatárolók létesítésére és legalább 10 éven át tartó üzemeltetésére. A január közepén élesedő kiírásban sikeresen pályázók vissza nem térítendő beruházási támogatást és bevételkompenzációt kaphatnak. A 62 milliárd forintos keretösszeg kiosztásával 2026 tavaszára 20-szorosára nőhet a jelenleg mindössze 20 megavatnyi ipari energiatárolói kapacitás.